Lányi Péter Szekszárdon született, munkája időnként más városokba szólította, de mindvégig megmaradt szekszárdinak egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig. Nagyon sokat tett a városért. Lányi Péter egy jó barátja, Orbán György megemlékezésében méltatta a művészt és az embert egyaránt. Az emlékezés személyes volt, mégis a közösség érzéseit, gondolatait tolmácsolta. Vagy kék kötényt öltve várni, hogy felemeld a lopótököcs, harsogjon veled vagy 20 muslinca. Vagy a szombatesti szürkeségben egyedül céltalanul csatangolva felkapni a fejed, hogy valahonnan gyönyörűséges Chopin vagy Liszt muzsika szűrődik ki, és tudni, hogy Lányi Péter gyakorol a zeneiskolában. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere megemlékezésében kiemelte, hogy a befejezéséhez érkezett Zöldváros program során megújult, többek között a Liszt-Ferenc tér is, így méltó környezetben kerül elhelyezésre az alkotás. Péter halálán túl is egy köztéri szoborral gazdagítja a várost. Elmondta, hogy a nagy koncerttermekben épp hogy otthon volt a művész, mint Szekszárd kiskocsmáiban. Aki nálam jobban otthon van a zenei életben, az pontosan tudja, hogy Lányi Pétert nem sikerült pótolni. Percek múlva szobor őrzi majd emlékét a város egyik legforgalmasabb pontján. Fusz György, szekszárdi szobrászművész alkotása a Zongora művész címet viseli, de tudjuk, érezzük, hogy sokkal több az, aminek emléket állítunk. Lányi Péter megalakította a Muslinca férfikart, amelynek lelke is volt egyúttal. Bordalakat énekelve okoznak örömet a közönségüknek. Szintén tőle származik a már szállóigévé vált mondat, a hangunk szárnyaló, de a torkunk se kutya. Nekem Péter egy művéről kell beszélnem, a szekszárdi Muslinca kórusról. Vállom a kijelentésem, miszerint a Muslinca kórus Péternek a műve volt, és az még a mai napig is, ahogyan az előzőekben hallható is volt, hiszen létezünk, próbálunk, fellépéseket vállalunk, közösséget alkotunk, és élvezzük egymás társaságát, mind a mai napig. Fusz György, szekszárdi szobrászművész, a Zongora művész című alkotása Liszt Ferenc mellszobrának társaságában került elhelyezésre. Azért ide, mert korábban itt volt egy pad, melyen Lányi Péter gyakran elidőzött. Maga az alkotás közadakozásból készült el, melyhez sokan hozzájárultak. A Carrarai márványtömb Péter zárkozottságát jelképezi, Fusz György szerint. Egy barátságnak lehet mondani, ezt nem tudom, mert igazából én úgy érzem, hogy a Péter azért elég zárt ember volt. Tehát volt, nyitott volt bizonyos szempontból, tehát úgy nyitott volt, hogy nagyon jókat bulisztunk, nagyon jókat énekeltünk, de azért mégis egy művészember valahol azért zárt. És hogy most mennyire nyitja meg a barátságot, én úgy éreztem, hogy meg vagyunk, de azért volt egy ilyen nagyon jó távolság. Ezért is volt talán nehéz egy picikét elsőre, és én kérdeztem nagyon sokakat, hogy mit gondolnak, és hogy tudjam ezt formailag megközelíteni, mert igazából itt az volt a lényeg, hogy valahogy formailag kellett megközelíteni itt őt, és ezért gondolom ez a zárt tömeg, ennek a bizonyos megnyitása, a titkok, hogy be lehet tekinteni kicsit egy ilyen zárt emberi művész életbe, ez az, amit szerettem volna itt. Az eseményen közreműködött a Pécsi Tudományegyetem Harsona együttese és a Muslinca férfikar.